Hát szia! Hoztam neked egy hacket, amivel rengeteg pénzt tudsz spórolni. Szívesen. Na itt is van. Van ugye néhány objektíved, imádod használni őket, és lehet, hogy vettél hozzájuk néhány szűrőt, vagy tervezel venni, akárhogy is, hogyha gondolkoztam azon, hogy hogy tudod ugyanazt a szűrőt használni az összes objektíveden, van egy nagyon egyszerű megoldás. Adapter ringek, vagy step-up ringek. In medias res, a fő üzenet az ez. Nézd meg, hogy mekkora a filter mérete a legnagyobb objektívednek, és utána ezentúl csak ilyen szűrőket, filtereket vegyél, és utána, ha megvan az adapter ringed, akkor ezekkel össze tudod párosítani a többi opikkal is. Oké, de kérdezed, hogy Peti, mi a fene az az adapter ring? Azon túl, hogy ilyen hanglisul mesélek róla, az teszi lehetővé, hogy egy nagy filtert szűrőt egy kisebb objektíven használjunk, step up vagy step down ilyen gyűrűkkel, egészen 49 mm-től 105-ig. Ebben a videóban megmutatom azt a nagyon magas minőségű márkát, amivel én szoktam dolgozni, és szerintem tökéletes a feladatra. Szóval mindenféleképpen nézd meg ezt a videót a végig, ugyanúgy a szériának, a filter szűrő szériámnak a többi részét is. Viszont most kezdjük el, jöjjön az intro! Ma megmutatom, hogy hogy használom a filtereimet minden egyes objektívemen. Hacknek is nevezhetnéd, de mivel nagyon sok pénzt spórolok vele, én annak is nevezem. Szóval, hogy mondtam, egy adapter ring készletet kell szerezni, hogy az összes szűrőnket az összes objektívünkre rakhassuk. Nekem a legnagyobb átmérőjű objektívem a Sony 2470 GM, ami 82 mm-es, tehát az összes filter szűrő, amit veszek, az ekkora. Az adapter ring kit, amit választottam, azt a Nisi gyártja, és mivel az én lencsém az 50 és 70 mm-es átmérő között vannak, a következőképpen vettem különböző szóismétlés, különböző adapter ringeket. A 90-es makrom, mivel 62-es, ezért egy 62-82-es átalakítót vettem. A 24-es GMM az 67-es, ezért vettem hozzá egy 67-82-es átalakítót, de szerencsére mind a Samyang 50-es, meg a Tamron 17-28-as is ugyanez, tehát azoknak nem kellett külön venni, és így még több pénzt spóroltam. Ez a videó pedig nagyjából ennyi, és remélem át tudtam adni, hogy mi a fontos, amikor filtert szűrőt választunk, mindig a legnagyobbra optimalizáljunk, és így nagyon sok pénzt tudunk szerintem spórolni. A Nisinek az adapter ringei a legfontosabb funkciókkal megvan, jó minőségű, jó felépítés, könnyű cserélgetni őket, és ahogy mondtam, a legjobb, hogy rengeteg pénzt spórolnak nekem, és remélhetőleg majd neked is. Mielőtt elbúcsúzunk, pár dolgot szeretnék kérni. Először is, hogyha tetszett ez a videó, akkor megmutathatnád azzal, hogy belájkolod. A következő inkább egy kérdés, hogy vannak amúgy adapteringjeid, vagy az alapján, amit láttál, vennél ilyeneket? Kérlek, mondd meg a véleményedet, és kezdjünk el beszélgetni a kommentben. Emlékszel, hogy mondtam, hogy ez a filter vagy szűrő szériámnak a része? Szóval, hogyha nem láttad egy nagyon különleges szűrőt, a Mist filtert, akkor nézd meg, majd mindjárt ide kirakom azt a videót. Egy másik nagyon fontos aspektus, amiről még kell beszélnünk, az az, hogy az objektíveinknek az elejét hogy tudjuk védeni, és akár, hogyha nem is tervezünk valamilyen módosító szűrő használatát, akkor is egy protekciós szűrőt érdemes rátenni. Erről is készítettem egy videót, amit ajánlok, hogy nézd meg. Lájkolj, kommentelj, és ha nem vagy még feliratkozva, tedd meg, kérlek, a kis csengő benyomásával. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, remélem, hogy találkozunk valamelyik videómban, például ebben, vagy ebben. Klikk, szia, sziasztok!